Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözlök benneteket újra a csatornámon. Ebben a mai videóban áprilisi könyves tervezést tartunk, azaz íme az áprilisi TBR videóm. Egy picit át is húzhatnám ezt az áprilist rajta, mert sokkal hosszabb most ez a lista, mint általában. Eddig nagyon úgy raktam össze a TBR-okat, hogy maximum 4-5 címet próbáltam betervezni, pontosan azért, hogy ne érezzem magam túlterhelve, teljesíthető legyen a hónap, illetve így próbáltam teret adni annak, hogy olyan könyveket is el tudjak olvasni, amiket éppen nem tervezek. Ez még mindig így van, viszont mostanában beborult pár ilyen vibe, ilyen olvasói téma vagy irány, amit szeretnék jobban szem előtt tartani, úgyhogy most ez a lista egy kicsit hosszabb lesz. Ezt úgy kell érteni, hogy lesznek olyan címek, amiket valószínűleg nem fogok áprilisban olvasni, úgyhogy majd májusban megnézzük, hogy mi sikerült és mit viszünk tovább, úgyhogy vágjunk bele. A videót pedig egy mini bukollal fogjuk nyitni, ugyanis nemrég érkezett hozzám egy recenziós csomag a Metropolis Media kiadótól, úgyhogy megmutatnám nektek ezeket a könyveket. Ezek a könyvek egyébként azért is kerülnek bele ebbe a videóba, mert szeretném őket részben áprilisban elolvasni. Nézzük, kik ezek. Én ezt a könyvet most már csak úgy hívom, hogy az angolnás könyv, egyébként a becsületes neve, Emlékeim az angolnáról. Anaki ma egy cseh szerző, akitől én már olvastam korábban, nem tudom, miért lett hirtelen erre kettes a hangom. Ő jegyzi ugyanis a Tokióban ébredek című regényt, ami szintén megjelent a kiadónál egy-két évvel korábban. Nagyon szerettem ezt a regényt, ha emlékeztek rá, éves toplistára is felkerült, részben Japánban játszódik ez a történet, és nagyjából nekem akkor is ennyi volt a hívó szavam, illetve az akkori kapcsolattartóm a kiadónál nagyon ajánlotta ezt a könyvet olvasásra. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem eshet bántódásom, ami azért nagyon vicces, így főleg ennek a kiadónak a tükrében, hogy tavaly két olyan recenziót vállaltam tőlük, ahol szintén azt éreztem, hogy a szerzők miatt biztos választások ezek a recenziók, és mind a kettő vedölt sajnos, úgyhogy igazából rettegek. Tehát ezen a ponton rettegek, hogy mi lesz ezzel a könyvvel, semmit nem tudok róla, szintén japán kötődés van benne, és nagyon-nagyon tetszett tényleg a Tokióban ébredek. Az egy külön rettegés rész egyébként, hogy ez a könyv egyrészt nem követi az általános Metropolis Media könyv méretet. Ez egy fontos info lehet nektek, hogyha nézitek mondjuk az oldalszámát, mert nem tudod úgy belőni. Ráadásul kis vaskos példány is, úgyhogy így nem tudom, így kimászott a csomagból, van rajta egy hangolna, és így féltem, hogy megesz. Ezt a könyvet pedig csak úgy hívom magamban, hogy a Közös keringési pályás, meg Becky Chambers 2, de a becsületes címe Hosszú út egy közös keringési pályán. Ugye ez a Wayfarers sorozatnak a második része, aminek nem tudom, mi lett a magyar. Ámbori pillanat. Wayfarer a magyar is. Oké. Okay. Ennek a könyvnek meg az, amit kijelentem, hogy a kicsi dühös bolygó, Szanna után skicek skacok. Szóval ez a hosszú út egy dühös kicsi... Mindig összekeverem. Hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz. Tehát Becky Chambers Wayfarer sorozata. Egyrészt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon tetszik az az irány, ahova ez a sorozat megy a magyar kiadásban. Szerintem tökre jó az a narancsárga színvilág a borítóban, nagyon-nagyon vibe-olom. Meg nagyon-nagyon tetszett, amikor megláttam, hogy a könyvek gerince hogy illeszkedik egymáshoz. Nagyon szerettem a sorozatnak az első részét, és azért nem folytattam sokáig, mert így tartogattam magamban, hogy ez egy ilyen betonbiztos jó olvasás, és most amiatt is kértem a kiadótól egy példányt, mert elkezdett felébredni bennem egy ilyen skifi vibe, illetve egy ilyen női szerzős, részben női szerzős skifis vibe, és hogyha összerakom magamban, hogy női szerző science fiction, és a science fictionből is inkább így a karakterközpontú, érzelem alapú, és nem hard science fiction irány, hanem inkább ez a soft, akkor Becky Chambers az, aki nekem eszembe jut, úgyhogy úgy döntöttem, hogy talán most végre eljött az idő, hogy folytassam ezt a sorozatot. Ugye az első kötetben megismerünk egy szereplőgárdát, egy hajónak a legénységét, és ha jól tudom, a második részben ennek a hajónak pár legénységét fogjuk követni, vagy az egész legénységet követjük, azt most én nem tudom, majd elmesélem, hogyha elolvastam. A harmadik kötet, amit recenzióba kértem ki, szintén egy tavalyi megjelenés a kiadónál, amit akkor nem mertem bevállalni, de most a skifi vonalon megéreztem a hívást, de legfőként egy molyos felhasználót tudok ezért felelősségre vonni, vagy felelősségre vonni az nem szép szó, de hogy Estokám nevezetű moly felhasználó tehet róla, hogy most itt van nálam az Ahol behatol a fény, ez pedig lehet, hogy elég random, mert nem emlegettem őt még soha a csatornán, és igazából nem is nagyon tudom őt emlegetni,
Az a lényeg, hogy évekkel ezelőtt, amikor elkezdtem a videózást, és a Mojon elkezdtek emberek befigyelni, akkor a legelején én mindenkit visszafigyeltem. Ez nagyjából addig a pontig ment, ameddig ez olyan szinten felborította a frissben lévő hírek mennyiségét, hogy számomra egyszerűen követhetetlen lett a Moj, és nem tudtam jól szűrni arra, hogy mi az, ami mondjuk tényleg fontos, hogy lássam a Mojon, és mi az, ami mondjuk annak az X darab embernek a frisse, akiket mondjuk én nem ismerek, de mondjuk ők követnek, és így először tényleg így zsigerből mindenkit visszakövettem. És akkor egy ponton csináltam egy tisztítást, ezért van az, hogy most sokkal kevesebb embert figyelek a Mojon, de van egy-két olyan Mojos profil, akiknek mondjuk a neve már régóta így ismerős volt, és ez okán volt az egyik. És az ő értékelése ugrott fel a Mojon, én nem szoktam egyébként minden értékelést elolvasni, de ez volt az eleje. A félcsillag levonás egyedül annak köszönhető, hogy mivel ez lazán kapcsolódik az írónő előző könyvéhez, ami nem jelent meg magyarul, voltak kicsi nehezebben megfogható részek benne. De őszintén soha nem hittem volna, hogy ennyire fogok élvezni egy disztópiát, skifit, klifit. És akkor így felnéztem, nem is olvastam tovább az értékelést, most skifis kedvembe vagyok. Klifit mindig is szívesen olvasok, és szeretnék többet, ugye ez a climate fiction. Női szerzőről beszélgettünk, ráadásul finn szerzőről, és azt is szeretem egyébként szem előtt tartani, hogy nem mindig csak az angol száz szférából olvassak. Szóval így ránéztem erre a könyvre, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezzel is szeretnék megpróbálkozni. Egyébként fogalmam sincs, hogy ez a Mojos felhasználó nézi-e még a videóimat, de majd biztos rám csipog, ha egyébként látta ezt a videót és meglepődött. Tehát ők lennének a Metropolis médiás recenzióim, mutatom még egyszer. És igen, az angolnás könyv pontosan olyan szép, mint amilyenek tűnik képekről. Ez az egész skifi vibe lehet egyébként, hogy valahol ott gyökerezik, hogy hetekkel ezelőtt megnéztük az Oppenheimer című filmet, amiből következtek egyéb filmcímek, és nagyon vicces, ezen a barátom rettenetesen sokat röhögött, hogy én fejben az űrutazást összekötöm a skifivel. Még akkor is, hogyha az egy olyan film, ami már megtörtént, nem tudom. Tehát, hogy így az űr, meg az űrutazás, meg a skifi, az nekem így nagyon összekapcsolódik. És időközben ugye elkezdtem olvasni a Térség sorozatot, ami nem tudnám azt mondani, hogy függetlenül jött be a képbe, vagy már ez befolyásolta. És pontosan emiatt olvastam el végre a Cicilio sorozat harmadik részét márciusban, úgyhogy ezt a skifi dolgot egyre jobban érzem. Részben emiatt, részben meg azért, mert tetszett az első része a sorozatnak, ezért szeretném folytatni a Térséget, pontosan a második könyvvel mennék tovább áprilisban, ez a Caliban háborúja. Egy ponton belesasoltam egyébként ebbe a kötetbe, mert kíváncsi voltam, hogy milyen nézőpont karaktereket fogunk kapni, mert számítottam arra, hogy lesz új, és annyira, de annyira örülök, hogy végre lesz Avasarala. Az a nő az egyik kedvenc szereplőm az utóbbi évekből, és imádozom azt a színésznőt, meg azt a karaktert, amit lehoz a Térségben. Ő a fénypontja nekem annak a sorozatnak, illetve ebbe a kötetbe bejön Bobby karaktere, aki egy marsi katona. Őt kevésbé vibe-olom, mint karakter, viszont akikkel ő kapcsolatba kerül, és ahogyan, azt meg kifejezetten várom, ugye így a sorozat alapján én tudok dolgokat. Illetve nézegettem még, hogy Prex is már benne lesz ebbe a kötetbe. Nem emlékszek tisztán egyébként arra, hogy a Térség sorozat melyik évadában mi történt, és tökre meglepett, hogy az első könyv az első két évadot fedi le részben, de már ebből a kötetből is vannak szereplők a második évadban, azt hiszem. Szóval egy picit keverednek a dolgok, de az Expanse az egyik kedvenc skifi sorozatom valaha, és abszolút átment a könyv. Megyünk tovább a második részével, ennyi a lényeg. Egyetlen egy dolgot nem tudnak James eszékori életelmi szerintem romantikus kapcsolatokat írni, úgyhogy remélem ebben kevesebb lesz, bár nem tudom. Nem, hogy meglátjuk. Hogyha a TBR-omat onnan nézzük, hogy fix címek, akkor ez a Caliban az egyik fix, mert szeretnék tovább menni a Térséggel. A másik fix cím a hónapra az a Keleti projektnek a harmadik címe, ami nem lesz más, mint az ellopott bicikli. Ettől a könyvtől is rettegek. Azért, mert a Keleti projektem első két könyvét egy ponton félbehagytam. Emiatt roppant szomorú vagyok. A vadhattyúkat 380 oldal után raktam le, a pacsinkót pedig 200 oldal után, úgyhogy így elnéztem az ellopott biciklire, hogy és te vajon meddig fogod bírni nálam. Egyetlen egy dolog van, ami miatt még reménykedem, az az, hogy ezt a könyvet Fruzsi nagyon szerette, és a szerzőnek a másik könyvét, ami magyarul megjelent, olvasták a srácok még a könyvklubbal, és úgy emlékszem, hogy általánosságban szerették a szerzőt, szóval ez még úgy bíztat.
és akkor a kelet projektbe megyünk tovább. Április végén tervezem valamikor, nem nagyon tudok róla semmit, tájvani szerző. Ennyi. Van egy majmóca, meg egy madár, még egy madár, nem tudom, mi a madár. Ott a bicikli, fán. Igen, a térség sorozattal az a terve, ami minden hónapban szeretnék egy részt elolvasni. A keleti könyvek közül meg a következő egyébként a nő fehér kimonóban lesz, amit májusban szeretnék olvasni, hogy utána mi lesz ezzel a keleti dologgal, még nem tudom. Van egy tervezett közös olvasásom Borkával is, ez a The Fine Print, ami megjelent magyarul, még pedig apróbetűs részt azt hiszem a magyar címe. Igen! Hogy Borka miért akarja elolvasni ezt a könyvet, nem tudom, de amikor láttam nála, akkor szóltam neki, hogy ez ilyen romantikus TBR listámon van régóta, nem biztos, hogy ezt a részt olvastam volna el, de már nem is néztem, hogy most melyik, úgy vagyok vele, hogy ezzel a szerzővel is meg akarok próbálkozni, sok reményem nincsen, főleg, hogy nemrég Bukleónál volt egy videó erről a könyvről, ami ez az elolvastam, hogy nektek ne kelljen, elég hosszú is ez a videó, szóval valahogy nem várok sok jót, de egy olyan romantikus, erotikus, ami rajta van a listámon, úgyhogy mondtam Borkának szóljon, aztán akkor elolvassuk együtt. És a negyedik-ötödik fix címem Elsie Silvertől a The Front Runner, ez a Gold Rush Run sorozatnak a harmadik része, ezt az Elsie Silver lányokkal már megdumáltuk februárban, hogy márciusban szünetet csinálunk, mert túl sok volt, azt hiszem az Elsie Silver februárban, bár nem tudom, hogy gondoltuk azt, hogy túl sok volt. Szerintem nekik túl sok egyéb tervük volt. Lényeg, megbeszéltük, hogy áprilisban folytatjuk ezt a sorozatot, úgyhogy a The Front Runner lesz most terítéken, és szerintem májusban megolvassuk majd a negyedik részt, és valamikor azt hiszem jön Elsie Silvernek az új sorozatának az első része, és úristen, videóban még nem is örültem annak, hogy megjelenik magyarul a Flawless! Bizony-bizony, egy-két héttel ezelőtt droppolta a hírt a Kossuth kiadó, náluk jön Elsie Silver magyarul, ezzel a borítóval, és annyira hálás vagyok, bár nem tudom, hogy bármi múlta a dolog, de nagyon hálás vagyok, hogy a Flow lesz hozzá ki, mert szerintem sokkal erősebb a Flow lesz, mint a legelső regény sorozatának a legelső része, szerintem sokkal nagyobb esély van arra, hogy a Flow lesz-el megtalálja az itthoni közönségét, és nagyon-nagyon boldog vagyok, úgyhogy jön a Flow lesz magyarul, hagyok lent egy előrendelési linket. Ja. Tehát a fix címeimet nézve van ugye egy erotikus romantikusom, kettő, mind a kettő az, ugye az Elsie Silver meg az apróbetűs, és akkor van egy kortárs tájvani szerzőm, egy skifi sorozat második része, és ő egy kortárs japános angolnás. Őszintén szeretném, hogyha ez a két könyv is beleférne az áprilisomba, de azért tisztában vagyok vele, hogy milyen hosszú egy hónap, és nem akarom azért túlhajtani sem magam, de mindenképp priósak ők ketten. Meg szeretném még említeni nektek, hogy mik jöhetnek szóba ezeken a köteteken felül. Ez a női szerzős skifi dolog valószínűleg azért erősödött fel bennem, mert nagyon közel olvastam egymás után a Térség egyet és a Tüsimliú kötetet, és voltak olyan aspektusai ezeknek a szövegeknek, amiken én azt szoktam érezni, hogy nagyon férfiak írták ezeket a szövegeket, és vágyok női szerzős vonalú témákra, kifejezésmódra, stílusra. Nem szeretem egyébként ezt, hogy mert a férfiak csak így tudnak, meg a nők meg csak így tudnak, de az, amit éreztem ezekben a szövegekben, ezt váltotta ki belőlem, úgyhogy így jutok el oda, hogy nagyon gondolkozom azon, hogy még kiktől szeretnék olvasni. Itt szóba kerülhet az, hogy folytassam Octavia E. Butlertől a hajnal sorozatot, ami nem hajnal sorozat, de az első részt olvastam csak eddig, illetve így került a szemem elé Becky Chambers, és aki még szintén tervben van már májusra, az Ranarás, ugyanis a mosómaci srácok befejezték a csodaidők olvasást, megbeszélték, hogy szükségük van egy hónap szünetre, ez volt március, vagy április, ez lesz április, és akkor májusban az időcsodák egyen mennénk tovább, és ebben most már én is bekapcsolódok, mert az időcsodák sorozatot még nem olvastam. Úgyhogy ott már a jövőben eleve van egy női skifi tervem, amit elmondhatnék májusban is, csak mondom, hogy ez így ide köt be most nálam szintén. Ezzel a keletes dologgal nem tudom még, hogy mit csinálok. Olyan érzésem van, hogy azok a keletes könyvek, amiket megvettem évekkel ezelőtt, ugye Vadhattyúk Pacsinkó, meg amik még hátra vannak, hogy ezeket nagyon félrevásároltam magamnak, és ezeken felül vannak még címek, egy ilyen végeláthatatlan hosszú TBR listában, hát azokon mindig vannak címek.
És ezeken felül nincs most ilyen nagyon fix cím a szemem előtt, ugye részben mondhatnám, hogy a Halálvége is egy kínai szerző volt, tehát, hogy így a Kelet projektbe többet is be tudnék így húzni, meg ugye annak imától olvasni, ott biztos, hogy lesz meg így japán, tehát, hogy nem annyira válik el igazából pár könyvem ilyen szempontból, de ez a kifejezett vágyam, hogy keleti irányba olvassak, most valahogy negatívabb élményeket sikerült összeszednem, úgyhogy nem tudom még, hogy ezzel pontosan milyen irányba és hova szeretnék tovább menni, de eszembe jutott így nagy sci-fi olvasásom közepette, hogy vannak olyan fantasy címek, amiket még azért szedtem fel, mert bronzváros jellegű sorozatokat kerestem, csak végül ezeket nem olvastam el. És két ilyen cím van, amit így szemem előtt tartok, az egyik az a Daughters of Isdiar, és a másik pedig a Jasmine Throne. Ezeknek nincsen magyar fordítása. Az a vicces, hogy a Daughters of Isdiarra Shannon Chakraborty emlékeztetett, mert megosztotta Instagramon, hogy megjelent ennek a sorozatnak a második része, és akkor így néztem az Instagramot, hogy még az elsőt sem olvastam, pedig már az is érdekelt. Úgyhogy ezt a kettő címet előkapartam. Ezek részben keletes fantasyk egyébként, mert az Isdiarnak egyiptomi kötődése van, a Jasmine Throne-nak, meg ha jól emlékszem, indiai. Hát indiai a szerző, az biztos. Illetve van egy TBR kelet polcom, kicsit rendet kéne raknom egyébként a TBR polcaim között, amin szintén van egy egyiptomi vonatkozású könyv, ami viszont meg fog jelenni valamikor magyarul idén elvileg a könyvőképző kiadónál, ez Isabel Ibanez-től a What the River Knows, ez is egy olyan könyv, amit mindenképp szeretnék elolvasni. Szóval most egy picit olyan érzésem van, hogy lehet, hogy keletet rossz irányból közelítettem meg, és inkább a fantasy keletre vagyok kíváncsi, illetve nagyon szeretnék belevágni a The Singing Hills Cycle-be, ami Nivónak a sorozata, ez egy kisregény sorozat, és Nikinél szoktam látni, hogy ő olvassa a részeit. Meg van itt még egy könyv, amire nem is emlékszem, hogy miért raktam fel, ez The Jim Waits A Hundred Years. Nem emlékszem, hogy ezzel hol találkoztam. Simán lehet, hogy Shannon Chakrabortynál, az könnyen megesett. Még nem fejeztem be. Volt egy 2024-es tervezős videóm, és ugye ott említettem, hogy a romantikuson túl szeretnék most már végre olyan romantikusokat olvasni, ahol hölgyrománc van, és a Papillon tökéletes az részben ide begyűrűzött, mert biszexuális a főszereplője ennek a kötetnek, majd fogok róla mesélni, és ez emlékeztetett részben arra, hogy mennyire sehogy nem állok a hölgyrománcos olvasással, úgyhogy most el is kezdtem olvasni gyorsan a Britain in the Stars-t, amiről most már annyit el is tudok mondani, hogy nagyon büszkeség és baítélet az első találkozás, Darcy és Elle, akiket követünk, és őket egy ilyen vakrandira küldik el. Hát igazából Darcy bátyja hozza össze őket, és vannak ilyen áthallások a büszkeség és baítéletre, egyrészt Darcy hasonló karakterrel rendelkezik, mint a büszkeség és baítéletbeli Darcy. Elizabeth szerintem kevésbé emlékeztet, így az arhaikus önmagára úgymond, de az első találkozásuk, meg a félreértés, meg van egy ilyen áthallás is, amikor Elizabeth meghallja Darcy-t, hogy telefonon mond róla másnak valamit, az abszolút hozza ezt a büszkeség és baítélet vibe-ot. Egy picit idegesít mind a két karakter, de lehet, hogy az a baj, hogy hangos könyvbe ezek az idegesítő párbeszédek lassabban mennek le, mint amit mondjuk szemmel olvasol a könyvben, de nem idegesít nagyon-nagyon, csak egy kicsit, de mostanában minden idegesít, szóval lényegtelen. És még mindig nem értünk a végére. Van még egy könyvmoly vibe, a nem tudom hányadik, ami most befolyásolja azt, hogy mit szeretnék olvasni, ez pedig egy ilyen rövid prózás fellángolás. Én alapvetően egy ideje már rájöttem, hogy szeretem a rövid prózát, akár novella vagy kisregény hosszúságra gondolunk, csak szerintem a magyar piacon ebből aránylag kevés van, és nem feltétlenül az jelenik meg, ami mondjuk végtelenül érdekli az embert. Mindig, viszont most megint egyre többet olvasok angolul, úgyhogy például elém ugrott a The Far Reaches novella sorozat, amit az Amazon Originals jelentetett meg, és mindegyik novella nagyon tetszett, igazából egy novella tetszett kevésbé, de nagyon-nagyon jó élmény volt ezeket a novellákat olvasni, úgyhogy mindenképp akarok még, hát legegyértelműbb egyébként átugrani a Far Reaches-ről a másik skifis Amazon Originals-ra, úgyhogy mindenképp szeretnék aktívabban és több rövid prózát olvasni, úgyhogy ilyen címeket is válogatok és keresek. Néztem például most a Hugo vagy a Nebulának volt rövid listája,
mindegy, szóval nézegettem címeket, úgyhogy ez még mindenképp most abszolút történik, befolyásol, vagy valami. Szóval van egy ilyen női szerzős dolog, egy ilyen science fictionös dolog, egy keleti inkább fantasy irányultságú dolog, rövid próza, és romantikusok azért továbbra is legyenek, hát ez most a TBR-om, és akkor most már értitek, hogy ez sokkal hosszabb, mint ami áprilisra teljesíthető. Legalábbis az én saját emberi kereteim között. Nyilván a saját időmmel gondolkozom, és a saját sebességemmel. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, írjátok meg odalent, hogy nektek éppen most milyen könyvmoly vibe-otok van, mit olvasnátok szívesen, ami így a semmiből tört elő, vagy akár régóta mondjuk rajta vagytok egy vonaton, hogy most éppen a tavasszal esetleg több a romantikus, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy kit mi ér el, tehát nem arra gondolok, amikor konkrét könyveket akarsz olvasni, hanem amikor jön egy ilyen, hogy most több fantasyt akarok olvasni, vagy most több romantikust akarok olvasni, kíváncsi vagyok, hogy vagytok ti mostanában. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, legyetek nagyon jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!